Tornán munka folyik az utakon. Többek között a település főútján lehet számítani fennakadásokra és felújítással együtt járó munkálatokra. A Magyar Közút végzi a kivitelezési munkákat. Sok nehézséggel küzdködnek, én magam is tapasztalom, hogy akinek nincs helyismerete, az bizony sok helyen várakoznia kell a továbbhaladással, de én azt gondolom, hogy talán ez megéri mégiscsak azt a végeredményt, amit várunk ettől az egésztől. Közben pedig közel 30 millió forintból újul meg a Tompa utca, Bethlen Gábor utca egy-egy szakasza is. Ezek az utak felmarása már megtörtént. A belügyminisztérium pályázatán több ízben nyertek már forrást ilyen jellegű fejlesztésre. Elkészült a várva várt Tolnát faddal, faddomborival összekötő kerékpárút is. Ennek ünnepélyes átadását június közepére tervezi a városvezető. A mellette lévő 5112-es úton lévő munka azonban még tart. A Magyar Közút hamarosan végez ezzel is. A tolnai önkormányzathoz tartozó bicikliút tisztántartása emiatt nem könnyű feladat, mondja a Peszofer Ágnes. Az út rézsűjéről az eső hordalékot mos le a kerékpárútra. Ezt mi igyekszünk hetente többször is letakarítani, letisztítani, igyekszünk a füvet nyírni, és nagyon oda fogunk figyelni rá ezután is, én ígérem. De jelen pillanatban, amíg az útépítés nem fejeződik be, és az útépítéshez tartozik az ő rézsűjük, tehát ami a kerékpár felé lejt, addig gyakorlatilag ez a probléma fent fog állni. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy jelezzék bátran, hogyha valami probléma van, de akár én magam is, akár a kollégáim rendszeresen járunk arra, és nézzük, figyeljük, és a kollégáinkkal igyekszünk minél gyakrabban takarítatni ezt a kerékpárút szakaszt, de bizony előfordul az, hogy az útépítésből a hordalékot, a patkaépítésből a hordalékot, egyelőre még az eső rámossa a kerékpárútra, ez meg fog oldódni akkor, hogyha befejeződik az útnak az építése is, és gyakorlatilag a növényzet majd megtartja ezt a rézsűt, úgyhogy mi mindent meg fogunk tenni. Lassan a végéhez közeledik a Fácánkerti út felújítása is, tette hozzá a polgármester. Ezzel párhuzamosan a Bogyiszlóda vezető út rekonstrukciója kezdődik majd el. Ami viszont most fog kezdődni, az a Bogyiszlóra vezető útnak a felújítása, éppen most a napokban van munkaterület átadás, tehát ott is egy kicsit nehezedni fog a közlekedés, de hát várhatóan utána sokkal jobb és szebb körülmények között tudunk majd Bogyiszlóra eljutni, illetve a bogyiszlóiak Tolnára eljutni. A nyár tehát a fejlesztések jegyében telik Tolnán és környékén.